van a légét kívánom felolvasni, testvérek, keressük meg jó könyvéből az első fejezetet, a 20. verstől a rész végéig, a második fejezet, a 7. versétől a 10. versig olvasom Isten igéjét. Jó könyve, első fejezet, 20. versétől így hangzik Isten igéje. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta köntösét és megíratta fejét, azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem védkezett jó, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. A második és 7. versétől olvasom tovább. A sátán eltávozott az Úr szín elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hapuba ült. A feleség ezt mondta neki, még most is kitartóan vethetetlen vagy, átkozd meg az Istent, és hagyd meg! De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem védkezett jó a száján. Imádkozzunk. Urunk, az életünkben olyan sok dolog érthetetlen. Hiába töprengünk, gondolkodunk, nem értjük meg. És köszönjük, hogy nekünk van kive kapaszkodnunk. Szabad föltekinteni reál az életünk különböző helyzeteiben. És arra kérünk téged, hogy áld meg az Isten tiszteleti alkalmunkat, hogy ígéddel megtöltekezve mehessünk majd otthonunkba. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az emberiség történetében három dolog mindig foglalkoztatta az embereket. Az élet, a halál és a szenvedés. De három közül ma délelőtt a szenvedésről kívánok szólni. Először úgy általánosságban, majd pedig a felolvasott igéből szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy nincs ember, aki ne ismerné a szenvedést. Legyen az gyermek, fiatal, középkorú vagy idős, erős vagy gyenge. Az emberi életünkhöz hozzá tartozik a szenvedés. Persze, ha azt mondom, hogy szenvedés, ez nagyon sokszínű. Azt is mondhatnám, hogy ahány ember, annyi fél. Vannak rövidebben tartó betegségek, rövidebb ideig tartó szenvedések, gondolunk csak akár egy fogfájásra, esetleg néhány nap után megszűnik, és van egy egész életen át hordozott nyomorúság, betegség. Tehát nagyon sokszínű ez a szenvedés, amelyet mi emberek átélünk, és elmondható azt is, hogy van testi szenvedés, és van lelki szenvedés is. Nem akarom én eldönteni, hogy melyik a nagyobb. Van időszak, amikor a testi szenvedés nagyobb, és van idő, esetleg amikor a lelki szenvedés túlszárnyalja a testi szenvedés. Persze,
ott van a szívünkben a kérdés, és ott van az emberek szívében a kérdés, hát Isten, a szerető Isten, akkor miért engedi ezt a szenvedést? Miért tűri, hogy olyan sok igazságtalan szenvedés van ebben a világban? Ártatlan gyermekek, hallat meg, talán néhány, talán más a gonoszsága miatt. Olyan sok ártatlanul szenvedő ember van körülöttünk. Miért van az, hogy édesanyának kell meghalni, ott hagyja a négy kicsi gyermekét? Hihetetlen mély szenvedések nyomán ott van a nagy kérdés a szívünkben, hogy miért Isten? Miért? És persze, miközben keressük ezeket a kérdésekre a választ, esetleg mi magunk is átéljük a szenvedést, és még forróbb ez a kérdés, hogy hát miért Isten? A hívő ember szenvedése még nehezebb. Hát nem imádom az Istent. Én kegyes vagyok, Isten félő vagyok. Igyekszem becsülettel, tisztességgel szolgálni az én Uramat. De ott van a szomszédom, egy Isten káruló, egy tolvaj, egy rabló. És lehetne folytani, hogy mi mindent. És az meg vígan él. Hol itt az igazság? Ezzel küzdik a 76. Zsoltár írója is, és küzdik nagyon sok ember azóta is. És így, mivel olyan sok szenvedés van, amelyet nem tudunk felfogni, megérteni, legkönnyebb utat választja az ember, Isten helyezi a vádlott a padjára. Miért engedte meg az Isten? Ha szerető Isten, akkor nem engedheti meg. Ha pedig mindenható Isten, akkor megint csak nem engedheti meg, hogy ennyi szenvedés legyen. Miért nem szünteti meg? Drága testvérek, próbáljuk kinyomozni, hogy mit mond a Szentírás a szenvedésről. Annak okáról és céljáról. Bizonyos, hogy Isten, az ember nem szenvedésre teremtette. Amikor megteremtette és Édenbe helyezte, az ember nem ismerte még a szenvedést. Úgy, ahogy majd az idők végén a beteljesüléskor, a jelenések könyvében olvassuk, hogy nem lesz többé könyv, fájdalom és szenvedés. Mi az oka tehát annak, hogy szenvedés van ebben a világban? Egyetlen szócskával kifejezve, bűn. A bűn nyomán jött be a szenvedés ebbe a világba. Mindjárt az Éden kertjében Ádám és Éva Istennek engedetlenkedve úgy gondolta, hogy áthághatja az Isten parancsát, olyanná lehet, mint az Isten, fellázad az isteni parancs ellen, és ennek következtében bekövetkezett a halál és a szenvedés is. Isten igéje azt mondja egyik helyen, ímé előttbe adtam az életet és a halált. Válasz az élet.
Isten, amikor az embert megteremtette, megajándékozta szabad akarattal. Választhatott, hisz Istennek, jó atyában, vagy pedig hisz a gonosznak. Szabad a választás. Sajnos az ember rosszul választott. Választotta a halált, választotta a szenvedést. És ez végig kísér bennünket a történelmet. És azóta is, drága testvéreim, csak gondoljunk bele, hogy mennyi szenvedést okoz a bűn. Menjetek csak el egy alkoholista családjába, és nézzétek meg, hogy milyen sok szenvedést okoz az alkoholizmus. Önmagát is tönkre teszi az ember, meg a családját is. Milyen sok szenvedést okoz a házasságtörés, a válás, mint a két félnek, sőt, a gyermekeknek is. Kimondhatatlan mély fájdalmat okoz bengyógyuló sebeket. Vagy akár az önzés, a hazugság, az irigység, meg annyi bűn, amely az emberi életet megkeseríti és nyomorúságba dönti. Hadd mondjam, testvérek, azt a kegyelemteljes hírt, hogy Isten nem hagyja magát, nem hagyja el az embert ebben a bűnében elpusztulni. Isten utána jött, és Istennek van hatalma arra, mivel valóban mindenható Isten, hogy még a szenvedést is felhasználja. Nem ő akarta a szenvedést, de ha már a bűn miatt beköszöntött a szenvedés, Isten felhasználja azt az ember javára. Eszköz még a szenvedés is az Isten kezében. Ugyan mindenek előtt először is ezen keresztül érkezik nagyon sok emberhez haza, nagyon sok emberhez az Isten hívó szava. Gyere haza, gyermekem! Lásd meg, hová jutottál én nélkül. Lásd meg, hogy milyen boldogtalan, eresett állapotban vagy nélkül. Tékozló fiú nem akkor tért haza az apjához, amikor még volt bőven pénze, hanem mikor is, amikor a moslékos vájukhoz került, és amikor már a disznók eredéléből sem adtak neki, akkor kezd eszmélni. Az én atyám házában a véresek is bővölködnek kenyérbe, én pedig itt éjjel halok meg, felkelek és elmegyek az atyámhoz. Ki tudná azoknak számát, akik egy-egy nyomorúság nyomán indultak el Isten felé. Talán egy temetésen, amikor a szeretteit temették, megszólította ebben a házban Isten igéje, és Isten felé fordult. Volt egy nagy nyomorúságban levő ember, mindenki sajnálkozott rajta, ő azonban azt mondta, ne sajnáljatok engem. Nekem nagyon kemény szívem volt, és Istennek nagyon keményet kellett rámütni, hogy megmentse az örök életre. Van, aki akkor adta meg magát, miután már második infarktus után került a műtőbe, került a kórházba, és kimondta, hogy megadom is magam Istenem. Sokan hosszú ideig rugdalóztak,
menekültek Isten elől, míg végül megadták magukat. A szenvedés tulajdonképpen arra is jó lehet, hogy érzékenyebbé tesz mások bajai iránt. Nem csak a szenvedés maga a probléma, hanem az is, ahogy azt feldolgozzuk. Mert különböző módon dolgozzuk fel a szenvedést. Van, ahogy olvastuk, vagy ahogy mondtam, hogy valakit elindít Isten felé. Van, aki utólag elmondja, mint Ezékiás király, hogy imé áldásul volt nékem a nagy nyomorúság. És van, aki rezignáltat tudomásul veszi, hát ez van, ezen nem tudok változtatni. És csak úgy elvon. Más pedig káromolva, ökrét rázva, szidja az Istent, hogy miért adott ilyen nyomorúságot az életére. Kedves testvérek, akkor, amikor jön a szenvedés az életünkbe, akkor fontos, hogy azt jól dolgozzuk fel. Például érzékenyebbé válhatunk a másik ember szenvedése iránt és fájdalma iránt. Van egy mondás, amely azt mondja, hogy sebb gyógyítja a sebb. Én már átéltem ezt és ezt. Tudom, hogy milyen nehéz, milyen gyötrelmes dolog. És tudok a másikkal együtt érezni. Ezt mondja a kifejezés, az idegen kifejezés, hogy empátia. Úgy beleélem magam a másiknak a helyzetének, és együtt érzek vele. Erre tanít a Szentírás, amikor azt mondja, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. És a hívő ember tulajdonképpen így formálódik az Isten műhelyében. Visszaemlékszem első szolgálati helyemen, volt egy édesanyja, aki két gyermekét temette el. De egy áldott asszony volt, olyan kedves, amikor belépett hozzánk, gyerekei egyből futottak hozzá, és szeretettel vették körül. Hát volt olyan is, aki ha belépett, a gyerekek gyorsan elmenekültek. Van, hogy a szenvedés vagy Istenhez visz közelebb, vagy megkeményíti a szívet. Nem tudom, testvérem, hogy téged a szenvedés merre sodor, merre visz. Még jobban belekapaszkodsz Istenbe, vagy pedig megkeményedik a szíved. Hát ezt érdemlem én, Istenem? Még kell neked így szenvednem? És mivel ti hívők vagytok, szeretnék mondani, hogy Isten különösképpen figyel a hívőkre. Ámos könyvében a harmadik rész második versében csak veletek kötöttem szövetséget minden nép közül. Ezért megbüntetlek veleteket minden bűnön. A világ, az nem. Majd az utolsó ítéletkor nekik is számot kell adni. De ha Isten gyermeke vétkezik, Isten azt számon kéri. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, amelyet zablában kell kényszeríteni. Isten bennünket, hívőket, az ő személyben akar tanácsolni. És akkor, amikor kezdünk hűlenkedni, kezdünk másfelé menni, kirúgni a hámból, akkor Isten kénytelen szorosabbra venni a gyermeket.
talán ad egy betegséget, hogy észhez térítsen, jobb belátásra kényszerítsen, hogy immáron jobban ráfigyeljen. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében beszél az író arról, hogy akit szeret az Úr, azt megfenyíti, mert ha nem tenné, akkor korcsok maradnánk. És ez tulajdonképpen Isten nevelő eszköze. Isten nevel bennünket. Az ő műhelyében vagyunk, és formál bennünket. Azt akarja, ahogy mondtam, mint amikor itt volt Borzási testvér, hogy Dániel barátainak a tűzben a kötelek égtek le. És így úgy a testvér, hogy a te életedben mennyi kötelék van, amelynek le kell elégni. És Isten fölhasználja különféle próbák közé, nehézséget, hogy ezek a kötelékek leégjenek. És az előbb említett zsidókhoz írt levél 16. fejezetében olvassuk a célját is a szenvedésben, a szenvedésnek, hogy szentségében részesüljünk. Testvér, amikor szenvedsz, amikor beteg vagy, ne azt mondd, hogy jaj, az Isten nem szeret, hanem úgy vegyed el, Isten műhelyében vagy. Isten azt akarja, hogy az ő szentségében részesülj. Hát van ettől áldott a dolog? És még egyet szeretnék megemlíteni, a szenvedésnek egyik formája, amikor a bizonyságtételért, vagy Krisztusért szenved valaki. Filippi levél 1:27 versében mondja Pál apostol, nektek megadatott az a kegyelem, hogy ne csak higgyetek Jézus Krisztusban, hanem szenvedjetek is érette. És hogyha te Krisztusért való bizonyságtételért szenvedsz, akkor ezt meg. Megtiszteltetésnek, Isteni kegyelemnek. Kedves testvérek, mindannyian ismeritek Jób történetét, a nagy szenvedőnek történetét. Csak röviden szeretnék én szólni róla néhány gondolatot. Elmondja a Szentírás, hogy ez az ember milyen gazdag. Ma így mondanák, hogy milliómos, milliárdos. A keret minden emberénél hatalmasabb volt. Ettől is fontosabb, hogy szép családi élete van. 10 gyermeke, 7 fiú, 3 lány. Ez nagyon szép. És ezek a testvérek egyetértésben, szeretetben tudnak élni. Nem kell félnie Jobnak attól, hogyha lehúnyom a szememet, a testvérek majd harcra mennek az örökségét. Hogy nekem ennyi jut, én vagyok az elsőszülött, nekem több jár. Ezek a testvérek egyetértésben vannak, egymást meglátogatják, és olyan kedves számomra Jób történetében az, hogy Jób minden nap Isten előtt térdel, és egyen-egyenként imádkozik a gyermekeiért. Ezt jelenti, hogy a család apjának lenni, család apjának lenni. Férfi, mi férfiak, sokszor hangsúlyozzuk, hogy mi vagyunk a fel. És azt úgy értjük, hogy fel, hogy nekem kell uralkodni. Azt, hogy hallgass, itt én vagyok az Úr. Holott a Szentírás elpróbál nevelni, hogy a család apja legyek, hogy felelősséget érezzek gyermekeimért. Nem csak addig, amíg kézen foghatom és hozom az imaházba.
Jób gyermekei már felnőttek. A felelősség nem szűnt meg. Testvérem, a gyermekedért a felelősség egész életedben nem szűnik meg. Lehet, hogy más, mint mikor gyerek volt, és más, hogy most már felnőtt és kirepült a családi fészektől. A felelősség tovább is megvan. Ha más nem, akkor tedd azt, amit jó, hogy naponta Isten elé állsz, imádságban érettük. És lehet, hogy eljutsz egy olyan kemény helyzetbe, amikor azt kell mondani, Istenem, a gyermekem már nem hallgat rám, bármit mondok, nem figyel rám, én nem tudok már ráhatással lenni, de te még mindig tudsz vele beszélni. Könyörgöm, hogy beszélj vele, indítsd a szíved és irányítsd, hogy te feléd menjen. Ebbe számomra, hogy jobbnak a jelen nem deformálódott a gazdaság miatt. Tudjátok, vannak olyan dolgok, amelyek deformálják az ember jelenet. Ilyen a hatalom is. Van, aki ha nincs hatalma, egy nagyon kedves. Van, aki egy kicsi hatalma van, despotává válik. Ilyen a gazdagság is, hogy az ember beképzelté válik, önmagát dicsőítélé. Lám, mire vagyok képes. Lám, milyen ügyes vagyok. Mennyi vagyom szereztem. Azt szoktam mondani, hogy vannak emberek, akik a kincseit kívülről hordják. Sok-sok nyakékkel teleküzdelik magukat, minden újukra aranygyűrűnek, nem tudom én mi. És vannak, akik a kincseiket belül hordják. A szív elrejtett ember. Ki maga döntse el, hogy a kincsét hol hordja, kívülé, vagy esetleg belül. És azt is látjuk, hogy beáll a fordulat jó életébe, és ti azt is tudjátok, hogy miért. A gonosz nem jobbnak a vagyonát irigyelte, de a hidét támadta. Lehetett volna jobbnak még ennyi vagyona, őt azt sem érdekelni, csak ne higgyen Isten. Csak a hitét tudná lerombolni. Az a bárok, hogy az egész Isten félelme csak üzlet. Hát persze, hogy hívő. Hát megáldott minden jóval. Van egészsége, van gyermeke, van hatalmas nyája. Hát mindenem megvan. Eredeti szöveg szerint kerítéssel vette körül. Nem engedted, hogy bármi baj érjen. Hát persze, hogy hívő. Isten engedi. Ha átszabva a gonosznak, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem. Bunyan János az Arándok útja című könyvében nagyon szemléletesen megkötözött oroszlánnak szemlélteti az ördögöt, mint aki bizonyos határon belül megvan a mozgási területe, de láncon túl nem ártad semmit. Isten megengedi, hogy elveheted a vagyonát, elveheted a gyermekeit. Testvérem, belegondoltál, ha te hazamennél most innen, és valaki kirabolná a házadat, vajon te mit csinálnál? Szaladnál a rendőrségre? Álkozódnál? Vagy pedig leborulnál?
olvasta Wesley Jánostól, Wesley János a metodizmus alapítója, megszervezője. Egyszer, amikor evangélium állásról ment hazafelé egyik alulról a másikra, ment a tóháton, késő este volt már, túlolgatta is az éhnetek hazafelé, egyszer csak egy rabló megállt, állt, nem volt mit tenni, minden, ami állandó órája, pénztárcát, mindent odaadott a rabónak, és az elment. Elment egy darabot, egy darabig, aztán Wesley János utána kijön már. Ember! Álljon meg, jöjjön vissza! A legértékesebb nincsen, nem adtam oda. Hogy gondolta a rabónak? Ezek az embernek elment az esze. Mi az a legértékesebb kincs? Mi maradt ott? Visszament volna. És Wesley János azt mondta, ember, majd ha egyszer magára rám szakadnak a bűnei, álmatlanok lesznek az éjszakái, és lelkiismeret furdalása miatt nem tud megnyugodni, jusson eszébe, magáért is meghalt Jézus Krisztus. Hogy van bűnbocsánat Jézus Krisztusban. Na ez a legdrágább kincs, amit önnek át akartam adni. Elmegy a rabló, évek múltán az egyik városba, prédikál megint Wesley János, jön oda egy ember és azt mondja, megismered? Azt mondja, nem. Nem igen találkoztunk, de nem azt mondta, tudja, én vagyok az a bizonyos rabló. Még egy ideig folytattam azt, amit ott elkezdtem és mit csináltam, és valóban rám szakadtak a bűnei. És eszembe jutott akkor, hogy mit is mondtad, és megértem. Köszönöm, hogy ezt a legrágább kincset akkor át. Hát igen, testvérek, Jób nem azért Isten félő, mert Isten sok áldással megáldotta. Isten magát szereti. Isten magát, Uram, te mindenem vagy nekem. És most, hogy mindent elveszik, nem kárunkodik, nem az örlét rázza, nem veszíti el az elméjét, az eszét, nem kezd el hangosan vádaskodni, hát hiába volt az a sok áldozat, az imádság, az oltár, minden hiába, rúgjon bele a füstölgő oltár. Tényleg. Vannak emberek, akik kiborulnak, és vannak emberek, akik leborulnak. És aki leborul, az nem esik nagyot. És jó, leborul az Isten előtt, és imádkozik. Tudja, hogy mindenek felett Úr az Isten. A vagyon, amit Isten adott, az csak ideglenesen az övé átmeneti meg. Gyerekek, az is ám az Istené. Az is az Isten tulajdona. És tudja, hogy az Isten tud adni, és tud elvenni. Hát mi azt szeretnénk persze, hogy Isten adja. Ahol nagy az én csinálom, sok minden belefér. Elvenni, Uram? Hát legfeljebb bűneimet vendem, de hát azért az anyagi javaimból nem adom elére. Jobb. Tudja, hogy Isten ad, és elmehet. Csak elmehetet teszi. Álmod legyen az Istennel. Uram, te tudod, hogy miért teszed, és én ezt hívben elfogadom, és téged dicsőítelek ebben a helyzetemben is. Testvérek,
a nyomorúságot, az ilyen helyzetet. Nem mindegy, hogy az ember Istennel, vagy Isten nélkül éli át. Az Isten nélküli embernek a helyzete, amikor elveszik valamit, akkor kétségbe esik, akkor esetleg öngyilkosságba menekül, akkor másokat vádol, nincsen kapaszkodója. Talajt veszít a lábbal. A hívő embernek van ilyenkor is kapaszkodója. A mindenható Isten. És elmondhatja Istennek, hogy Uram, én nem értelek téged, nem tudom én felfogni a te utaidat. De bízom a te szeretetedben és bölcsességedben. Tudom, hogy gyermekeidnek soha nem okozol feleslegesen sebeket. Áldott legyen a te neve. Megjelenik a feleség is. Olvasjuk róla. Feleség, segítő társ, annak rendelte Isten. És az embernek egyik legnagyobb ajándéka, hogy van segítőtárs, akivel a gondolatait, a terheit megoszthatja. Ó, de nagyszerű dolog, hogyha a feleség imatárs is, a szolgatárs is, ha együtt tudjuk végezni a szolgálatot, és Isten előtt együtt tudunk harcolni, imádkozni, nagy segítség. Micsoda gyötrelem, amikor a feleség nem az, amikor másképp gondolkodik, mint a férje. Nem tudom, melyiket volt nehezebb elhordozni jónak. Az anyagi vesztességet, a gyermekei elvesztését, vagy feleségének ezt a mondását. Ha azt mondaná a feleség, még mindig hívő vagy? Hát nem veszed észre, hogy hiába volt az a sok áldozat? Hiába keltél korán és térdeltél a mindenható Isten előtt? Annyit imádkoztál, mi haszna? Látod, minden hamu már körülötte. Nem imádkozni kellett volna, jobban megszervezni a védelmet. Akkor nem történik ez a gazdagságban. Átkozd meg az Istent, és hajd meg. Olyan ez még, mikor valaki egy mély szakadék fölött valamiben még belekapaszkodik, már remeg a keze, és arra biztatják, engedd el, zuhanj inkább le. Légyünk gyilkos. Te életednek már nincs értelme. Inkább hajd meg. Milyen rettenetes. Ez az asszony, tudjátok, mi gondolkodik? Addig érdemes Isten hívőnek lenni, mi megéri. Ha Isten ad egészséget, ad megélhetést, gondtalanul érhetem az életemet, akkor érdemes hívőnek lenni. De ha Isten elvesz, ha Isten betegséget ad, akkor akár szemtől szemben megtalálunk. Érdemes hívőnek lenni. Ilyen hívőnek, mint jó feleségének érdemes. Ilyennek, aki csupán üzletet lát, aki csak ideig, óráig akar hívő lenni, ez nem igazi hit. De érdemes hívőnek lenni, úgy, mint jó, hogy a nehézségek közepette is Istenbe kapaszkodik. Drága testvéreimért kívánom, hogy mi mindannyian elmondhassuk azt, amit Pálapostól a gyönyörűen írva a római levél 20. fejezet utolsó verseiben. Mert meg vagyok róla győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyal, sem fejedelemségek, sem jelen, sem jövendő, semmi nem szakíthat el, nézd,
Isten szeretetétől, amely van Jézus Krisztusban. Ezt a bizonyosságot szeretném a szívetekbe helyezni és vélni. Hogy senki és semmi, se felség, se hiúság, semmilyen vesztesség, sem anyagi előrehaladás ne szakíthasson el benneteket Isten drága szeretetét. Amen. Amen.